Csak a kerékpáros baleset, Romanap voltam a ristásoknál, Háló Bianca kedvence a matek, időseket vernek át csalók. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 27-én 18 óra 5 perckor. Az utóbbi időben sok kerékpáros baleset volt Karcagon. Hogyan lehet ezt megakadályozni? Kérdeztük a Karcagi Rendőrkapitányságon Tóth Éva őrnagyot. Nagyon sok közlekedési baleset történt elsőbségi jog meg nem adása miatt. Az elmúlt napokban több baleset történt, amelynek az oka az elsőbségi meg nem adása volt. Ugye elsőbség a továbbhaladási jog a többi járművezetővel szemben. Erről az elsőségről a KRESZ rendelkezik, vagy közúti jelzőtáblát, vagy ugye szabályban, paragrafusban írja le, hogy hogy kell elsőbséget adni. Ugye elsőbséget kell adni, hogyha elsőbségadás tábla, vagy állj elsőbségadást kötelező jelzőtábla van kitéve az útkezdés előtt. Ugye a kettő között az a különbség, míg az elsőbségadás kötelező jelzőtáblánál figyelmesen körültekintve kell a kereszteződőt behajtani, és amennyiben nem közlekedik jármű, aminek részére elsőbséget kell adnom, akkor tovább haladhatok. Az állj elsőbségadás kötelező jelzőtáblánál viszont meg kell állnom minden esetben, ha közlekedik jármű, ha nem, és utána haladhatok csak tovább. Ugye itt is két esetben, hogyha útbolyogti jellel fel van festve a stop tábla, illetve a stop táblának a vonala, akkor ott kell megállnom, és onnan haladhatok tovább. Amennyiben nincsen, akkor az útkezdés előtti behaladáskor kell megállnom, körültekintenem, és haladhatok tovább, hogyha nincsen elsőbségadási kötelezettségem. Elsőbségi jogról a KRESZ rendelkezik, így be kell tartani az elsőbségadási és a stop táblára vonatkozó szabályokat is. Itt mindig kötelező a kerékpárosoknak és a járművezetőknek is megállnia, figyelmeztet a szakember, aki szólt a jobbkéz szabályról is. Sajnos azt veszük észre, hogy mind kerékpárosok, mind járművezetők nem állnak meg a stop táblánál. Ugye ott, ha belátható az útkeresztés, ha nem, akkor is meg kell állnunk a stop táblánál, utána haladhatunk csak tovább. Ugye ezt a KRESZ írja elő, hogyha nincs kihelyezve jelzőtábla, hogy hogy kell közlekedni, ugye általában ezt a köznyelven a jobbkéz szabálynak ismerik az emberek, ugye ez az, hogy köteles vagyok elsőséget biztosítani jobbról érkező minden jármű részére. Ugye az elinduláskor, a közlekedésbe való bekapcsolódáskor szintén elsőséget kell adnom az úttesten közlekedő járműnek gyalogosok részére. A gyalogosoknak elsőbségük van a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ugye minden járművezetőnek úgy kell megközelíteni a gyalogos átkelőjét, hogy az elsőségét a gyalogosnak biztosítani tudja, meg tudjon állni, hogyha szükség van rá. Egyirányú utcába sem lehet behajtani a kerékpárosoknak, ha nincs kint a kiegészítő tábla. A zebrán közlekedő gyalogosoknak elsőbsége van az átkelésnél, de a kerékpárosoknak is leszállva a járművet tolva lehet áthaladniuk a zebrán. Ők sem hajthatnak be, kivéve, hogyha alá van téve a kiegészítő tábla, vagy kivéve kerékpára, ebben az esetben hajthatnak be. Ilyenkor, hogyha nincs kitéve a kiegészítő tábla, velük szemben közigazgatási eljárást indítunk, ami 30 000 forintos bírságot jelent. Kijelölő gyalogos átkelőhelyen csak a gyalogosnak van elsőbsége járművezetőkkel szemben. Ha kerékpárral közlekednek, akkor le kell szállnom, áttolva van meg ugyanaz az elsőbsége, mint a gyalogosnak. Az iskola újraindításával láthatjuk, hogy egy nagyobb gyermek egy kisebbet visz kerékpárjával. A KRESZ előírása szerint 16 éven felüli gyermek egy 10 éven alulit szállíthat, de csapatokban sem lehet egymás mellett haladni az úttesten kerékpárral, figyelmeztet a szakember. KRESZ előírja, hogy egy 16 évet betöltött személy szállíthat egy 10 év alatti gyermeket. Ja, látjuk, hogy gyermekek csapatba verődve mennek egymás mellett a forgalomban. Ez nem szabályos, ez veszélyes a közlekedésre. Egymás mögött kell haladni. Elengedett kézzel sem szabad kerékpározni, mert baleset veszélyes. A Szent Pál Marista Általános Iskolában Miléné Gyömbér Ilona tanítónővel beszélgettünk arról, hogy milyen projektet fejeztek be nemrég. Mint megtudtuk, a háromnapos Roma Cigány Napok keretében az online tanulás mellett a romák kultúrájával kapcsolatos feladatokat is kaptak a gyerekek. A feladatokba játékos formában a szülőket is bevonták. Ez a Roma Cigány Napok keretében zajlott ez a három nap. Ezen a három napon a tanulás, az online tanulás mellett a romák kultúrájával kapcsolatos feladatokat is kaptak még a gyerekek, amit úgy be kellett csempészni a online oktatás közé, tehát a megszokott napi rendet nem volt szabad felborítani,
a tanulás mellett játékos formában a családokat is, a szülőket is, a gyerekeket is bevontuk ezekbe a programokba. A program összeállítása előtt egy ötletbörze keretében lett összeállítva a lehetőségek, a programok lehetősége, és a gyerekeket kellett főleg a szülőkkel együtt lelkesítenünk, hogy részt vegyenek ezekben a programokban. Mivel mi még kis másodikosok vagyunk, hát önállóan nem annyira használják még a telefonokat, ezért elsősorban a szülőket kellett lelkesítenünk, aktiválnunk, és így a gyerekek is be tudtak kapcsolódni a szülőkön keresztül a programba. Meghirdette az iskola a cigány ételek főzése pályázatot és a cigány ételek receptes könyv pályázatot. Meghirdette az iskola pályázatot, a cigány ételek főzése pályázatot és egy másik pályázatot, cigány ételek receptes könyve pályázatot. Hát a mi osztályunk főleg a cigány ételek főzésében vett részt. Hát lelkesítettük a szülőket, hogy semmi más nem kell csinálniuk, mint megfőzni egy ebédet, amit most kivételes formában le kéne fényképezni és videókat készíteni, hát meg aztán leírni, hogy hogy is készült ez a recept. Az osztályunkban nagyon nagy létszámban sikerült a szülőket lelkesíteni, és így heten pályáztak az osztályból, és a 7 pályázó közül volt egy külön díjas, és az első 3 helyezett a miénk lett. Készítettek még lepcsánkát, ahogy ők szokták készíteni, lecsós csirkét, csirkenyakkal, és több helyen is a főleg a tyúkos káposzta volt a kedvenc. Úgyhogy nagyon lelkesen főzték. Hát a pályázat készítése során ugye az volt az utolsó pillanat fényképe, amikor a terített asztalnál ül a család, és elfogyasztják. És utána is jelezték, hogy ez nagyon-nagyon jól érezték magukat. Maga az egész Roma projekt napokon, mind a 3 napon jól érezték magukat, mert olyan programok voltak, ahol a családok együtt vehettek részt, és hát finom volt az ebéd, mindenki dicsérte, hogy jól sikerült az ebéd, úgyhogy volt, ahol mondtam, hogy szívesen elmennék én is megkóstolni. A Roma projekt napokon jól érezték magukat a családok, mert olyan programok voltak, ahol együtt vehettek részt. A beérkezett receptekből készül egy receptes könyv, a filmekből egy összeállítás. A másodikos osztályba 18 kismarista mókus jár, ezt a nevet találták ki a tanítónők, Miléné Gyömbér Ilona és Balog Edith Judit tavaly az első osztályban. 18 kis mókusunk van, mert ugye valahogy ez a nevet találtuk ki tavaly első osztályban, hogy mi leszünk a kismarista mókusok. Egy lelkes kis osztály közösségről van szó, lelkes szülői gárdával, nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt, ügyesek, ügyesen dolgoznak, és hát szeretnénk őket tovább lelkesíteni, hogy ugyanilyen ügyesen folytassák a tanulmányaikat, mint ahogy eddig is tették. A régi roma hagyományokat a szülők, nagyszülők egyre kevésbé tartják. Az iskolai keretek között a cigánynapokat úgy állítják össze, hogy a cigány népismeret tantárgyon felül adjanak valami pluszt is a gyerekeknek. Úgy állítottuk össze a programot, hogy a napi órarendben előforduló cigány népismeret tantárgy gyon felül adjanak valami pluszt a gyerekeknek, tehát az órarendbe be van építve amúgy a cigány népismeret tantárgy, és itt tanuljuk a cigány híres embereket, verseket, festményeket tanulunk tőlük, meséket, táncokat, dalokat tanulunk tanórákon, és plusz az a roma nap volt még, amivel egy kicsit színesítettük még jobban a tudásukat. Tanulnak a cigány híres emberekről, verseket, meséket, táncokat és dalokat. Most feladat volt a cigány himnusz is, amit a családok fazék, kanna, kanál és gitár kísérettel énekeltek el. Háló Biankával, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A osztályosával arról beszélgettünk, hogy miért a matematika a kedvence. Köszöntöm nézőnket, Háló Biankával, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A osztályosával beszélgettünk arról, hogy egy kislánynak hogy lehet a matematika a kedvence. Nekem azt tetszik a matematikában, hogy megtanulunk 100-ig számolni. És már tudsz 100-ig számolni? Igen.
És még mi tetszik a matematikában, a számolás mellett? Mi mindent tanultál még meg? Összeadni a kétjegyű számokat. Ez nehéz volt? Nem. Akkor ezek szerint ez nem okoz neked gondot. Olvasni is szeretsz? Igen. Mit olvastál legutóbb? Mesét, vagy valami regénybe is elkezdtél már olvasni? Magyar mesét. Itt az osztályban sok olyan kis munka van, amit ti csináltatok. Neked kedvenced a kézműveskedés? Igen. Mit csinálsz legszívesebben? Rajzolok. És mit? Hát, amihez kedvem van. Mit kell tudni rólad? Most nagyon csendes vagy, de gondolom azért az iskolában azért odafigyelsz és sokat jelentkezel. Igen. Tanítónénitől mi az, amit megtanultál már 2 év alatt? Mi az a legfontosabb dolog? Olvasás, számolás, környezetismeret. Vannak otthon állataid? Igen. Mesélj ezekről, mit kell tudni? Kis cica. Kis cicád van. És milyen a kis cicád? Szürke-fehér színű. És akkor neked mit kell velük csinálnod? Van feladatod? Etetni, őt megtakarítani. Anyának is szoktál segíteni? Igen. Főztetek már mondjuk valamit közösen? Nem, még nem. És anya, mi az, amit nagyon jól főz? Mindent szeretsz, amit anya készít? Igen. Itt a kis osztálytársaiddal szoktatok lányos játékokat játszani, vagy beszélgetni, összejönni? Beszélgetni, megjátszani. Mit szoktatok játszani? Hát... körjátékot, kidobósat? Kidobós. Néha be szoktunk állni. És? Ki szokott nyerni? Szoktál nyerni? Nem. Akkor ezek szerint nem ez a legkedvesebb játékod. A fél évi, hogy otthon voltatok sokáig, az biztos, hogy nehezebb volt. Most már itt vagytok az iskolában, szeretsz ide járni? Igen. És miért? Mert megtanulunk mindent, amit kell. És mi leszel, ha nagy leszel? Van már róla elképzelésed? Még nincs. Mondjuk esetleg a tanári pálya, tanítónéniként el tudod magad képzelni? Nem. Akkor valami más jellegű lesz? És mi érdekel? Fodrászat. Ja, és azért van ilyen szépen is megcsinálva a hajad. A szolnoki rendőrök a Tisza Mekto és a Fehér MRFK Mekta közreműködésével Sárkeresztúri otthonában fogták el a csalás feltételezett elkövetőjét. A megalapozott gyanú szerint silány minőségű paplanokat, párnákat adott el több 100 000 forintért időskorú sértetteknek. A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a nőt, akinek őrizetbe vételéről határozott a nyomozóhatóság. A szolnoki rendőrkapitányság nyomozást folytat 5 rendbeli csalásbüntet és 1 rendbeli csalásbüntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy sárkeresztúri lakos ellen. A megalapozott gyanú szerint a feltételezett elkövető 2021. január 15-én megjelent egy szolnoki Szépkorúnál. A nő magát egészségügyi alkalmazottnak adta ki, és számára ágynemű garnitúrát, mely 3 tagos paplamból, kis és nagy párnából állt, kínált azzal, hogy a termékek igen kedvező áruak. A sértett 150 000 forint készpénzt adott át a jogsértőnek a rossz minőségű termékekért cserébe. A csalárt szándékú nő még ezen a napon újabb időskorú szemét keresett fel, és ismét egészségügyi dolgozónak adta ki magát. Most azzal az indokkal kért bebocsájtást egy szolnoki sértett otthonába, hogy kardiológiai osztályon őt sorsolták ki, és 100 000 forintos kedvező áron megvásárolhat egy paplant, egy párnát és egy derékkötőt. A jó hírt meghalva a sértett szerencsére elállt a kedvező vételtől. A feltételezett elkövető néhány hét elteltével 2021. március 23-án egy pápai nyugdíjast keresett fel lakásán. Ekkor a nyugdíjfolyósító intézet alkalmazottjának mondta magát, és 120 000 forintos alkalmi áron kínált egy paplan szettet a Szépkorúnak, aki rábólintott a vételre. Az asszony 2021. március 25-én a délelőtti órákban a Békés Csabai otthonában tévesztett meg egy idős embert, akinek azt mondta, a nyugdíjas találkozó nyert 2 gyapjú ágynemű készletet, amiért cserébe 300 000 forintot kért. A sértett kifizette az összeget, amiért sirányterméket kapott csupán.
A gátlástalan elkövetési módszerével házaló nő 2021. május 6-án egy újabb Békés Csabai otthonba látogatott el, és azzal a történettel férkőzött a sértett bizalmába, hogy kórházi ajándékoztást követően most 87 ezer forintért vásárolhat meg egy ágynemű garnitúrát. A gyenge minőségű termékért cserébe a jogsértő megkapta a kért összeget. A megalapozott gyanú szerint 2021. május 11-én a délelőtti órákban egy nyíregyházi lakásban azzal tévesztette meg a sértettet, a feltételezett bűnelkövető, hogy ő önkormányzati dolgozó, és 240 ezer forintért vehet meg tőle egy masszázsmatracot. Az időskorú kifizette az összeget. A szolnoki rendőrkapitányság, a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság elemző értékelő osztályának segítségével széleskörű adatelemzést végzett, ami során megállapították, hogy az elkövetési módszer sorozat bűncselekménybe illeszhető, továbbá nem kizárólag Szolnokon folytatta bűnös tevékenységét a feltételezett elkövető. A szolnoki rendőrkapitányság az ország különböző rendőrkapitányságain elrendelt nyomozások egyesítéséről határozott. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság, a Tisza mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztály és a Fejér MRFK MEKTA munkatársai Sárkeresztúri lakcímén elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 37 esztendős nőt, akit gyanúsítottként kihallgattak. Az egyenruhások kutatás során bedobozolt matracokat foglaltak le az asszony autójából. A szolnoki rendőrkapitányság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ezt a karcagi nőt is át akarták verni, de óvatos volt, és nem dőlt be a csalásnak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!